Sziasztok, köszöntelek benneteket csatornámon, én Karbi vagyok, és ma City Skyline-ozni fogunk. Tudom, hogy régen játszottam, ezért elnézést kérek mindenkitől, viszont itt vagyok újra, és folytatjuk a Városkánk fejlesztését. Ezt a mai videót, ezt kifejezetten Ricsinek ajánlom, mert ő volt olyan kedves, hogy ellátott engem olyan információkkal, hogy mik hiányoznak a városomból, és mit hogyan kellene szerinte változtatni. Na most a mai videót három részre bontanám. Az eleje az egyfajta ismerkedés a saját városommal. Ezt úgy fogom megtenni, hogy megnézem az igényeket és rendbe rakom a dolgokat, hogy az embereknek jó életük legyen. A másik, hogy a közlekedést hoznánk rendbe, ugyanis azzal vannak a legnagyobb gondok. Most már kezd egy kicsit túlzsófoltá válni, úgyhogy gondoltam, hogy legyen buszunk, és kifejezetten ezeken a részeken fognak járni buszok, mert ez zsúfolt és sűrű lakott terület. Valahova egy buszállomás majd ide fogok letenni, és akkor itt megtervezzük a járatot, hogy miként merre menjen. A harmadik részben, ha lesz rá idő, akkor pedig én szeretnék egy kicsit a szórakoztatásra és a turizmusra is rámenni. Ugyanis túl sok nincs. Van nekünk ugyan stadionunk, tehát itt már azért megindult a dolog, de inkább csak a, hogy is mondjam, a város fenntartására, a létezésére ment rá inkább a figyelmem, úgyhogy nem figyeltem annyira az emberek szórakoztatására és a turizmusra, pedig az is nagy pénz, és hát igen, szükség van rá. Ki az, aki nem szeret utazni, ki az, aki nem szeret látványosságokat megtekinteni. Na, akkor nézzük át itt a dolgokat. Úgy látom, hogy vannak gondok, elhagyottak a házak. Na, ezt mi okozhatja? Nézzük meg, hogy van-e áram. Áramunk van, szuper víz. Víz is rendben van. Azt mondja, hulladék, elszállítják-e mindenhonnan a szemetet? Na most itt látom, hogy vannak gondok a szemétszállítással. Itt van nekünk szemét égető, de ott meg nagy a bűnözés. Ójaj. Na nézzük akkor, azt mondja, hogy tűzoltóság, rendőrség. Hol van a közelben rendőr? Hát elég messze. Egységes, hogy kellene ide valahova egy rendőrséget leraknom. Akkor az ezt a környezetet itt ellátja. Majd járőrözik, és akkor szuper. Látom, hogy itt vannak halálfejek is, amely elhalálozásra utalnak. Nem itt, nem itt. Azt mondja, hogy egy halott szállításra vár, akkor lehetséges, hogy úgy rég játszottam vele, várjatok csak, ez szemétégető. A temető. Hol van nekünk temető? Ott. Hát jó sok van. Ez pont a centrumában van ennek a rengeteg temetőnek, úgyhogy én nem raknék oda temetőt. Kihasználtság az csak 30%. Van 27 ezer kapacitásunk, 8 ezer, elhunyt 2-24, kapacitás 4-20. Hát szerintem nem kell a temetkezéssel különösebben foglalkoznunk. Gyerekgondozás, időgondozás, egészségügy fullon van. Teljesen jó. Teljesen jó hagytam itt a várost. Ennek ennyire elég sok itt az üzenet. De szedjük le ezeket a ronda házakat, amiket elhagyták azért, hogy be tudjanak költözni és be tudják népesíteni új házakkal a területet. Na nézzük, hol van még ilyen. Aha, hát nagyon sok nincs azért szerencsére. Van még egy kis bűnözés, egy kis tűz probléma. Van egy tűzoltóság, viszont erre felé nagyon-nagyon sötét, nagyon piros. Leteszek ide a sarokba egy tűzoltóságot. Na, ez egy szuper lett, és talán ide is kihat. Úgy látom, hogy itt az utat nem kötöttem össze, ez hiba. Mindenféleképpen összekötném, hogy ne kelljen akkora. Hát most valaki ide beszeretne jönni, akkor kétféleképpen vagy megteheti, hogy kimegy itt a városból és visszajön, vagy egy ilyen hatalmas körgyűrűn bejön. Gondolom a zsúfoltság lehet itt. Hát, annyira nem vészes. Kicsit indítom az időt, hogy lássam. Nem, egyes sebességgel. Nem olyan vészes azért ez szerintem. Mondnak ilyen, hogy összesen csak egy út megy ide. Na jó, még egy út, de az inkább a stadion miatt van. Jó, szerintem jó lesz. Kicsit a szemét szállítása gondok vannak, ezt a temetőt szerintem nem tettem jó helyre. Mindegy. Szemét szállítása vannak itt gondok. Hogy
Hát pedig kék, nem piros, úgyhogy nem gondolnám. Jó, várunk el egy kicsit, azt meglátjuk. Van egy kis betegségjelzés. Betegek. Mi újság az egészségügyel? Hát az előbb néztem meg, hogy rendben van. Sehol nincs piros, kijöv azt a két épületet. Ez itt micsoda? Ez itt micsoda? Nincs elég vásárló. Nem üzemel, mert nincs elég vásárló. Ide kéne vonzani a vásárlókat. Itt van egy középiska. Ó, Megapolis! Taps! Szuper! 65 ezer fő. Nagyon jól elértük a Megapoliszt. Így a téli vásár. Apá, kicsit gyors lassabban. Csirip kilövő állomás. Az még micsoda. Azt mondja, rakétlákat lő fel, azzal ezzel biztosít a városodban a közösségi űrközlekedési szolgáltatást. Az igen! Szuper! Nem megyünk még egyelőre az űrbe. Akkor még vissza van itt az Amsterdam királyi palota, katedra, mozi. Tényleg, mozi, ezt akartam majd az abban a részben, amikor a turizmussal foglalkozok, majd gyorsan rakjuk rendbe itt a dolgokat. De nincs elég vásárló, egy kicsi információ, hogy miért az jó lenne. Kettes szintű, 6 túlképzett dolgozó van, az komoly. Történelmi épület nem. Mit kéne csinálnom nekem azért, hogy több legyen a vásárló? Ugye itt tilvafalakás, tölgyfalakás, itt lakások. Hát nincs valami jó helyen, itt elég szennyezett a levegő. Nem is javasolnám neki, hogy ide menjél. Ki akar ide jönni ebbe a büdösbe, nem? Itt van az iparterület. Jó, szerintem rendben vannak úgy a dolgok. Nagyon minimális kis. Úgyhogy nyugodtan rátérhetünk a második fázisra, vagyis a közlekedésre, illetve még gyorsan itt az igényeknek ezen részét is, hogy még ipar. Na, itt elkezdtem az előző részben elhelyezni, hogy nincs kettő ipari zóna, ipari zóna, jó. Ugye itt a bányászattal, ércek feldolgozásával, kibányászással, nyersanyagok kibányászásával foglalkozni. Ást itt nem tudom mennyire kék a terület, ezt lehet, hogy való meg kéne nézni, csak nagyon tudom már, hogy hogyan kell, várjatok egy picit. Aha, tehát ez egész megvan adva ipari területnek, akkor így jó. Áram lesz, víz be van vezetve, ezek ugye nagyon fontosak, szemétszállítás az meg tényleg. Mi lenne, ha ne külön szemét lerakó és égető lenne, nem kéne itt elszállítani a világ végére. Na, mit szóltok hozzá? Szerintem jó ötlet. Csináljunk egy... hát... kimegyünk a szélére. Kéne csinálni egy kis... Hú, már nem tudom, hogy hogyan kell ezt. Hát, hülyén fog kinézni. Inkább nem. Maradjunk a legegyszerűbb útnál. Mindegy, 3600-at kihozom. Teszek ide szemétégetőt. Energiát is fogadni. Na várjatok, hol a szemétégető? Itt van. Energiát is fogadni, és akkor közvetlenül ingyen elviszi. Ugye az ipar az nagy mennyiségű szemetet állít elő. Tehát kifejezetten jó dolog az, hogyha külön van, viszont az energiát kéne bevinni. Most ott mentén, oké. Illetve a vizet tovább, hogy működjön. Mert az energiát ő előállítaná, kapna vizet, csak nem táplálná vissza a hálózatba, az mert nekünk úgy nem jó. Ezzel 57-54 autó fogja tudni elszállítani innen a hát szemetet. Igen, végül is. Különleges dolgokat. Oké. Na. Akkor ezzel megoldva, illetve még lakóépületeket szeretnénk. Hát, hova költözünk még? Itt bekötöttem úttal, ez itt szerintem jó. Lakóvezeten gondolkodom, hogy ugye erre kezdtem el terjeszkedni erőteljesen, mert erre tiszta a levegő. Na, itt egy gyorsan rápillantok, azt mondja, hogy egészségügyi ellátás az rendben van. Szemétszállítás itt rendben van. Tűzoltóság, huha. Itt viszont már lehet, hogy kéne egy tűzoltót lerakni. Ugye erre fogok terjeszkedni, úgyhogy mindenféleképpen ide gondolnék egy tűzoltót. Úgy kéne, hogy az is benne legyen. Akkor viszont így följebb.
Ennek jó. Akkor lehet, hogy kettőt fogok lerakni, hogy teszek ennek külön. Valamire középre kéne, csak nem akarok megbontani épületet. Talán itt bontok meg a legkevesebbet. Nem, hogy a hely már foglalt. Ezért nem teszem oda le. Na, hova tegyem le gyorsan ezt a tűzoltóságot? Nem, mert butaság itt iskolák vannak, könyvtár, meg ilyesmi. De, és akkor a következőt azt meg ide fogom tenni, amár az erre terjeszkedésemnek lesz a tűzoltóság lefedettsége. Úgy. Oké, gyorsan leraktam két tűzoltóságot. Rendőrség. Hát abból is tegyünk ide a tűzoltóság mellé egyből. Úgy akarom, hogy ugye viszem itt tovább az utat. Jó legyen. A rendőrség az jó. Oktatás. Hopp, 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 hopp. Általános iskola határeset. Ott van egy. Ott is van. Azért van egy pár. Még sok általános iskola van. Oha, középiskola is okoz gondot. Pedig olyan sok van. De pont oda mellé a másik. Az úgy viccesen jön neki. Itt miért nincs belakva? Ja, mert nincs engedélyezve. Ért. Aha. Rakjuk csak be ezt a területet, akkor nem kell újakat lehelyeznem. Igen, megadom neki itt a teljes területet, aztán majd le lesz rombolva az épület, ami útba lesz, majd de nyilván szeretnék ide belőle dolgokat, úgy mint például parkok. Bár mondjuk elég szép helyen laknak. És amit nézem, villanyhálózat, vízvezeték, bevezetékelve, jó. Oké. Okay. Ezzel megoldottuk szerintem az összes problémát, úgyhogy gyorsan menjünk rá a közlekedésre. Busz! Na most, ez egy nagyon sűrű lakott, illetve nagyon sűrűn még inkább sűrű lakott terület lesz. Valahova oda kéne elhelyezni nekünk ezt a... Sok helyünk van, az a baj. Ide a sarokba letenni egy buszállomást, és akkor... Most ebben nem vagyok jó, hogy a busz még nem raktam le. Innen elindulunk. Ez, hogy ez a rész nem lesz lefedve akkor. De ott jövünk vissza. Hoho, várjál csak, még is találtam. Úgy fogom csinálni, hogy itt bemegy, de nem arra, itt. Aha, szóval akkor ide kell rakni, ha azt szeretném. Akkor legyen itt középen egy busz megálló. Jöjjünk le a túloldalra egy busz megállóval. Aha, egy kicsit rafináltan kell csinálni, de egész jól meghatározható, hogy hogy szeretném. Ez nagyon jó. Ez jobb, mint amire számítottam. És akkor itt visszamegyek. Húha, egy nagy kör lesz, erre nem számítottam, ugye nem akartam bejönni vele. Jó, hát jöjjünk be erre. Kör. Hát, hogy sűrűbben kéne. Tényleg fogalmam sincs, hogy hogy kéne. De úgy látszik, tetszik a népnek, úgyhogy jó lesz ez. Akkor így visszahozom. De azon legyen azért még valahol itt is egy busz megálló, és így bekötöm. Így. Na, valahogy így gondoltam, és akkor ez a rész le van fedve. Na, lássuk csak, ez hány buszt jelent. Őként gyorsítani az időt. Igények rendben vannak, pénz pluszban van, boldogság, szuper, 66 ezer nő a népesség, 5 busz. Húha. Ettől féltem, hogy fog okozni egy ilyen tumultust. Ajajajajajajajaj. Ezért nem akartam én buszokat lerakni. Tudom, hogy hasznosak. De... Ezek akkor fognak elindulni, hogyha elegendő utas van rajta, 6 utas. Nyugodtan mehetnek kevesebb utasra, mert majd a megállókba felszállnak, nem? Szerintem.
Hát 6 utassal megy. Az annyira nem jó. Én úgy gondolnám, hogy egy ennyire sűrű lakott területen többen felszállnának. Aha, na 20 az már jobb. Ez már jobban tetszik. Egy ilyen 50% kihasználtság az jó. Vonal, megtett távolság 19%, 20 utas. Jó lesz ez, jó lesz ez. Csak ugye induláskor nyilván kevesebb ember van. Úgy tűnik, mintha nem működne, de működik. Na nézzük. Azt a mindenit! Pullon van a buzunk, de jó! Na akkor jó lesz ez. De jó, örülök neki. Oké, kérdés, hogy ezeket is busszal. Hát nyilván ezt a részt még... Hát, ezek ilyen családi házak. Menjünk ide egy buszokkal. Menjünk ide egy buszokkal, na. Legyen. Induljunk valóna innen középről. Jaj, ez egy kicsit bonyolultabb. Kéne menni, nem tudom. Nem tudom, hogy kéne menni, itt nagyon sűrűn vannak az utak. Tehát úgy, hogy a kereszteződések. Mert inkább arra mentem rá, hogy autóval fognak közlekedni. Ezen is kéne egyből a dagybusz megállott, mert minek kijön. Legyen az első mondjuk... Tudom, valahol itt. Lejövök. Fog mindenhol bemenni. Az így egész jó. Nem tetszik. Nekik is. Várjátok, hogy megy? Ez nem jó. Menjünk be oda is, nem menjünk be oda azért. Oké. Pont nem jött jó, aki nem baj, akkor körbe megyek. Vissza. Egy kicsit be. Vissza. Ah, az is. Ennyire följövök? Ajaj. Jó, és akkor innen meg visszamegyek. A temetőhöz valószínűleg sokan szeretnek. Én nem, az nem temető, bocsánat. Jaj, nem jön jól ki. Húha, az nem jó. Ott nem tud kijönni. Miért nem tudott kijönni a busz? És bekötve. Pont egy olyan helyen hoztam be, ezt hogy kéne letörölni. Tudom, hogy kell letörölni a... Kontrollal, alttal. Aha, visszatöltem. Jó, vannak, bocsánat. Nem, ott fogtok felszállni, ennyi. Így fogom hozni az utat. Hát, bízunk benne, hogy jó lesz. Most nem sok idő, de valamennyi eltelt. Nézzük az információt. Azt mondja, hogy használatban lévő 19 busz, ez tök jó. Mi van még itt? Épület, költségvetési panel. Most nyilván ez nem fog nekünk pénzt hozni, szerintem. Busz, azt mondja, 137 a bevétel, 1500 a kiadás. Illetve mínusz 1500 jön ki a haszon. Arra nem számítottam, hogy ilyen nagy lesz. Szerintem egy kicsit több pénzt hoz azért a busz. Tudom, hogy általában a buszok azok nem profitábilis dolgok. Azt mondja, minél nagyobb a költségvetés, annál több busz járat a városodban. Nem a költségvetést akartam állítani. Kicsit az árakon szerettem volna, ez micsoda. Ja, a nappali meg az éjszakai. Értem. Szerintem éjszaka nem kell olyan sok busz. De mondjuk a vezetők csak tudják, mennyi busz kell indítani. Na, ezt a részt lefettem. Ezt és ezt. Várjátok. Hogy van most? Ha? De ez meg kimaradt itt pont középen, jaj. Tegyünk neki egy másik busz megállót, és azon is menjünk végig. Vagy egy új utat? Nem lehet egy új utat létrehozni? Nem. Nem csinálok egyre több buszt. Hogyan lehet taxikat indítani?
Hogyan lehet taxizni? Metroállomások, ez pedig már vasútállomás, hajó, repülő. Hogyan lehet taxizni? Útvizetőkhöz vannak. Nem tudom. Nem tudom, hogy hogyan lehet taxikat indítani. Ezt hol kell beállítani. Nem tudom. Jó, ha a kereskedelemre megnőtt az igény. Jó, akkor egyre törjünk át a harmadik részre, vagyis a kereskedelemre. Aztán majd mi visszajövünk, megnézzük a közlekedés, hogy jó ez így, javult-e a helyzet, mi újság. Kereskedelem. Na. Van nekünk egy stadionunk. Na, van nekünk egy darab stadionunk, az nem túl sok, ha szórakozás. Nézzük, milyen lehetőségeink vannak még. Szabadidő parkok, egyedi épületek, parkok. Hát park az nagyon nem ártana itt pár helyen, úgy látom. Terek, egyéb parkok, kellékek. Nem ilyet akarok, hanem... Na, itt vannak, ezeket akarom. Például, az ipar szobra. Virágzó iparod lehetővé tesz, hogy szobrot építs a város történelmének, egy nagyszerű korszakának emlékére. Feltétele az Eden Cat Projectnek. És ez mire lesz nekünk jó? Látogató 150, szórakozás 50. Uh-huh. Lehet nekünk a vagyon szobra, már jobban hangzik. Ugyanannyi látogató. Fenntartás 400, fenntartás 320, egy kicsit drágább, viszont ad 50 szórakozást. Vagyon szobrát, ezt olyan helyre kéne, ahol kereskedelem van. Most látjátok, a kék területek a kereskedelemmel. Benőtt. Ez nem fű, meg fa. Tehát kereskedelme beépített területek. De itt szeretnék valahol plusz egy kis kereskedelme, csak az, hogy itt van ez a büdös. És itt nem is lenne butaság, hogyha ide tenném, mert innen hajóval jönnek. Repteret. Szólnátok, repteret. Hajókikötő van. És innen indulna meg a turizmus befelé. Akkor erre kéne inkább a kereskedelmet. Még itt már úgy építettem ki, hogy lakóvezet lesz. 68.000 fő. Na mindegy, végig gondolom. Mik vannak még? Beruház. Expo központ. Ó, magas befektetés tornya. Na ilyet feltétlenül kell rakni. Mit érdemes róla tudni? 1600 a fenntartása, 90 szórakozás és 300 látogató. Aha, ez 560 kW-ot is fogyaszt. Úristen. Szép nagy. Szép nagy. És nem van rakja, miért olyan nagy. Pici kereskedelem. Jó, legyen itt a kereskedelmi rész. Legyen itt. Itt nem szennyezett, van lakóövezet, van... Hát, mondjuk annyira nem biztos, hogy jó itt a mezőgazdaság mellett. Viszont közvetlen becsatlakozást tudok csinálni a bejövő úthálózatnak. Jó, legyen itt a kereskedelem. Tudom, hogy ki van jelölve... Másra. Igazából csak ezt a részt veszem ki belőle. Mert ez még itt lehet mezőgazdaság. Ezt akarom itt kereskedelemnek. Kereskedelmi zónát szeretnék itt létrehozni. Hogyan csináljam az utat? A hagyományos bekötési módszerekkel, vagy pedig... Vagy ezzel a csigással. Csigással az a baj, hogy tényleg végig meg kell tenni az utat, aki akarsz jönni. Kevesebb kereszteződés, ezáltal gyorsabb haladás, viszont nagyobb területet kell megtenni, vagy nagyobb utat. Hát nem tudom, hogy szükség van-e itt vastag utakra. Tehát erre az útra egy szükség van-e. Szíves, szedd már le. Köszönöm. Hogy... Jó lesz a sima.
Tényleg lehetne ilyen legyező formákat is, de jól néz neki. Tegyünk bele ilyeneket, de az a baj, azt már nem lehet jó kihasználni azzal a helyet, az azzal nekem az a bajom. Hát, nem ide akartam. Ez most miért ilyen ferde? Jó. Áram, vízbe van kötve. Nagyon jó, ugye mindig ez a legfontosabb, amit az elején gyorsan meg kell csinálni. Na. A bekötésén gondolkodom ide. Addig is hadd költözzen, aki akar. Építkezzen. Jó. Na most a szobornak itt középen lesz egy hely. Ez olyan jól nézett ki szerintem, annak a nagy minnek. Bakker, ez ennyire hatalmas? Jézus Mária, ezt akkor én hogyan fogom ide betenni? Adtam középre, csak túl nagy helyet foglal. Hogy tudom én ezt forgatni? Hát így is nagy helyet foglal azért. Legyen így. Oké. Expo. Kereskedelmi kiállítások és konferenciák közelről és messziről is vonzzák az érdeklődőket. Feltétel az űrlift megépítésének, ez nagyon jó hangzik, mert majd szeretnék űrliftet. Hát ha nincs energiája, megoldódik, mihez beépítik, csak kérdés, hogy várjak-e annyit. Majd nagyon beépítenék. Majd az utam, én nem tudom áthozni, úgy, hogy szeretném. Jaj már, hogy milyen... Aha, ez is probléma, ha nem lehet csak úgy akárhol áthozni. Jó, ezt majd ezt le kell szedni, mert itt ugye nem tudnak ide építkezni akkor. De egész jól néz ki, jó nagy üvegház végül is. Magas befektetések tornya. De jó hangzik. Ez most hozi vagy viszi a pénzt? Hozza vagy viszi a pénzt? Hát nyilván hozni kell. 5000 az jó. 8000, aha, a kereskedelmi igény az le is csökkent, iparra nőtt meg megint. Nagy sűrűség kereskedelmi épület, építés alatt. És miért szomorú? Nem üzemel. Majd beüzemel. Rendesen üzemel, ez boldog. Van elég dolgozó. Tanulatlan képzett, jól képzett, magasan képzett. Hát magasan képzett az nem nagyon van, úgy látom. De nekik egy park, hogy ne legyenek ennyire pirosak. Ez még itt jó lehet így. Belülre is kéne egy park. Szerintem, ez jól mutatna. Pont nem fér be. Ja, Istenem, csak ami kisebb. De, ez jó. Oké. Ez micsoda amúgy? Nagy játszótér. Oké. És játszótér is jó lesz. Na most már be van kötve az áram, úgyhogy ezt én innen meg is szüntetem. Ez az. Itt is be tudják építeni. Gondolkodom, van-e még ilyen, amit meg kell nekem szüntetni? Mert már beépítették. Hát igazából, puf, ezt is ide lehetne szedni, mert innentől már megint megy. Mennyi minden van itt. Nyilván nem lesz szénerőmű, olajerőmű. Vízerőmű, hát ezzel próbálkoztam, de atomerőmű. Hol a fúziós erőmű? Tényleg, hogy állunk energiával? Ó, van még bőven jó van. Még látványosság valami.
tenger és felhőkarcoló, úristen, csodák színháza. Csodák színháza a világ minden tájáról származó darabokat ad elő, feltétele a hadron ütköztetőnek. Úristen, ilyenek lesznek, hadron ütköztető. Azt a revolúció végét. Na itt volt valahol a vagyon szobra, én ezt ide a kereskedelmi részbe beraknám. Ide. Ülök még ki kereskedelmi részt. Tudom, hogy most nincsen rá szükség. Viszont... ahhozom itt erre lefelé. Így. Látom, hogy rendesen, azaz kihasznál fogva hozzá, jó. Így akartam, itt is lesz egy csomó hely, terület, majd rakunk ide dolgokat. És megnézem, hogy mi újság a egészségügyel. Hát tűzoltó az ott van, az nagyon jó, rendőrség az... Ja igen, ezeket az előbb leraktam. Oktatási problémák vannak. Tegyünk általános iskolát ide valahova. Nem befér ide, nagyon jó. Nem szedünk le vele semmi épületet, szuper. Hol van még nagyon nagy igény általános iskola? Ezen a részen? Aha. Nem, benn mondjuk volna hely, akkor le kell szedni egy-két épületet. Teszem erre az oldalra, jó. Ezeket mind gyorsan megnézem. Vagy elégett egy épület, azt mondja. Hát, ez előfordul. Mindig tűz van, itt a játék eleje ott a tűz van. Ezt azt nem értem. Van az elejégett épület, nem látok sehol. Van egy kis probléma. Ezt ennyi. Aha, még itt van egy-kettő. Ezt pont megcsinálták addig, de jó volt. Mégis nem is muszáj leszedni, csak így gyorsabban beépítik újra. Hát olyan nagy kereskedelem igény ezek szerint most nincsen. Kéne turistákat vonzani valamivel. Mi a baj a szemétszállítással? Felhamozódik a szemét. Tényleg most néztem meg. 66% szemétégetők jól működnek. Itt van neki problémája. Tegyünk ide is. Tegyünk ide is egy szemétégetőt. Plusz energia, és elszállítja innen. Így büdös van, úgyhogy igazából mindegy. Energiát kap, vizet kap, jó. Lejjebb hozom a vizet egy kicsit. Beraktam Ferdén, mert ott kihagyott volna egy területet, és ezt nem akartam. Na, így jó lesz, szuper. Szeretnének még ide költözni, úgyhogy megadjuk ennek a lehetőségét. Jó, így se jó, úgy se jó. Hogy csináljam. Na, még ilyet se csináltam. Egy ilyen... Minek nevezzem egy ilyen... bekötőút, valami szerűség. Na, akkor ide jöhetnek a... magasan... nagy sűrűségű épületek. Szerintem még erre az oldalra is jöhetnek. Bizony lesz, vizet az bevezettem. Oké, na ipar, még mindig fejlődni akar az ipar. Az jó, az nagyon jó. Helyünk is van. Őfelé fogunk terjeszkedni. Így, nyi. Megnézem, mennyire zsúfoltak az utak. De nem tűnik annak egyáltalán.
Jó, úgyhogy jó lesz ez így. Energiát majd átviszi. Víz be van kötve, jó. Itt pedig elégetjük a szemetet. Elég sok van benne. Nem olyan vészes. 400 ezerből 139 ezer is szerintem. Hoppá, viszont 27-ből 27 autó megy. Na majd meglátjuk, hát ha nem lesz elég a jövőben. Szórakozásról beszéltünk. Pedig épületek. Nem azok. Mértékletesség bevásárlóközpontja, Jézus, mik vannak. Százat ad a szórakozásra, hagyjad már, az nagyon jó, és nem is olyan vészes, 320 hetente. Szórakozó központot ide beteszek. Hogy? És akkor mit lehet itt csinálni? Olcsó bevásárlóközpont. Jó van. Aki tovább, polgármester, szerintem sárga kukoricamezők sokkal jobban néznek ki, mint azok a piszkos gyárak. Oké, csak a gyárak megeladhatják azokat a termékeket, amelyeket te használsz. Kukoricával nem tudsz telefonálni, vagy okos telefonozni. Na. Ez a kis park. Tök jó jelz itt a szennyezés, nem minden nagyon tetszik. Na, a turizmus ki... Azt a mennyi hajó, mit csinál ez a sok hajó itt? Tengerjáró utasokat hoz visz. Ó, de jó, akkor felrendült a turizmus. Ho-ho, ide is kéne valami. Ide is kéne valami, ami turista csalogató, ami most hátulról. Csodák színháza, a tenger és felhőkarca, ez mit csinál? Lenyűgöző irodaépületek az most nem kellenek. Expo központ, kereskedelmi kiállítások és konferenciák közelről, messzire, Zürlifnek a része. Hát tegyünk egy ilyet is. Nem. Akkor úgy kéne megoldani, hogy nyilván nem ide akarom, és nem is ide a tömegbe. És kialakítom előtte azt az úthálózatot, ahol majd lesz kereskedelem, illetve lesznek lakóépületek. És akkor ez így körbeveszi. Titek. Szerintem két sávossal húzom, mert egy nagy utat akarok itt most elhozni. Várjatok. Ettől féltem, hogyha nem jól építem meg, már pedig nem jól építettem meg. Hát ez személy szeme. Oké, csak ennek a közepére gondoltam bele valahova ezt az épületet. Legyen nekünk itt egy átjáró. Túl sok nem, hogy ne legyen nagy a tömeg. Oké, expo. Valahova ide be középre, elég nagy. Hát akkor ez van a legközépebben. De nem jó, nekem. Aha, inkább úgy, hogy autókkal rendesen meg lehessen közelíteni. Milyen itt a sarokba. Oké. Okay. Ez micsoda? Operaház, az nem kell most. Nagy könyvtár, építs 7 darabot az összes egyetem. Mi? Összes egyetem darabból. Hatalmas könyvtárom lesz, hogyha 7 darab. Nem értem. Egyetemet kell hetet építeni, vagy könyvtárat? Mindegy. Üzleti park. Azt mondja, hogy 20 ezer nézetnyi kereskedelmi zóna. Aha, tehát a kereskedelmi zóna. Amúgy szerettem volna a kereskedelmi zónát még feltenni. Mondjuk most épp nincs rá igény. De majd lesz. Magas sűrűségű kereskedelem. Kis üzletek. Hát itt nem akarok kis üzleteket egy ilyen helyre. Viszont kis üzleteket lehetne rakni. Hát vannak. Azok vannak lakóhelyeken. Azok ott vannak mindenhol, ahol kell. Húha, itt komoly bajok vannak. Mi ez a sok tűz itt? Mi van itt? Kenyér leégett. Mert? Tűzoltóság. Nincs a közelben tűzoltóság. Ha mondjuk teszek ide egyet.
Tényleg nincs. Itt van, egy ilyen jó nagy körbe nincs. Itt ezen a részen abszolút nem volt tűzoltóság. Ez hogy maradt ennyire ki? Ez fura. Az igen. Gyorsan itt rendet rakok. Oké. Babér Ág Park, hát ez nagyon tetszik. 70 ezer fő, mennyivel kezdtünk? Olyan 65 ezer körül, nem? Jól emlékszem, nem azt akartam, ezt akartam megnézni. Ami sütődéje. Nem viszik el a szemetet tőle, az a baja. Én nem viszik el a szemetet. Hát az sem nagyon volt itt a közelben. Itt vannak égetők, tehát innen azért bejöhetnének ami sütődéjébe. Hát egy kicsit zsúfolt itt. Na nem, olyan, nem a fenét nem, itt az durva. Na most már azért viszonylag sok idő telt el, most megnézem gyorsan a busz megállót. Oké, 19 van használatban, az jó. Ez középiskola, itt a másik busz megálló, itt 15. Aha. Ez a kérdés, hogy mennyire használják a buszokat. Van egy? 30%, ez fullon van. Most azért van csak 15, mert nincs rá pénz, vagy mert így hatékonyak, hogy 15 elég. 21. Úgy tűnik, hogy elég zsúfoltak a buszok. És tényleg jelentősen lecsökkent az autó használat, oda nézzetek. Itt ezen a részen nem jár a busz, azért milyen sok autó van, még szinte nincs is autó. Itt is egészen lecsökkent. Azt a mindenit. Hát ez működik. Hát nagyon szépen köszönöm Vicsinek, hogy mondta ezt a közlekedést. Csak buszt raktam be, és abból csak kettőt, és már jelentősen megváltozott pozitív irányban. Hát ez tök jó. Elhagyott. Azért szeretném letörölni, vagy lerombolni, mert elhagyott. Na, energiánk lassan kell építeni. Vízünk van, szennyvíz. Hivatjú kapacitás, és egy jó 20% többletünk van, az jó. Szemét az 1200-1900 is van, jó 30%. Egészség, ugye az mindig szuper. Na hát, a tűzoltóság. Látom, hogy az nagyon... Aha, hát itt meg elég messze... Nem mondod, hogy ilyen messze van a tűzoltóság egy olyan helyen... Jézusom, hát ezt hogy csináltam miért? Egy olyan helyen, ahol kifejezetten fával foglalkoznak. Ha már így alakult. Hát érdemes lenne itt is egy hát bejövő ágat, hogy mondjam, egy ilyen leágazást az autópályáról. Ugye van nekünk itt egy bejövőnk, ilyen jó ronda, illetve itt van nekünk egy bejövőnk, az három. Ehhez a részhez autópálya, hát nyilván rohadt messze van, tehát valaki ide szeretne jönni, azért az durván át kell menni a városon. Meg kéne venni ezeket a területeket, és pitát lehetne egy ilyen körgyűrűvel lehetne oldani. Mennyi most egy terület? Hogy is lehet azt venni? Ha ezt akarom megvenni, ez csak 15.100, az nem biztos. És mi van rajta? Van rajta kő, nem bányászati erőforrások, mezőgazdaság. Na jó, nekem ez tetszik ez a terület. Meg így most olyan cipőformája van az egésznek, azt most megveszem. Szerintem még ez se ártana hozzá. Építésre alkalmas terület 76%. Ezt nem is néztem másiknak. 79, tök jó. Nincs autópálya csatlakozás, nincs vasút, nincs hajó csatlakozás, na ne szórakozzál. Na megoldjuk, s lesz. Ez 20... Ez most 22 ezer, vagy... Ez 22 ezer. Hogy lehet ilyen olcsó? Itt még olaj is van, ezt is megvesszük. Aj, de szép nagy teletünk lett. Ez már tetszik. Erről kéne egy ilyen körgyűrűt ide építeni. Akkor le lehetne ágasztatni még ezekre a részekre. Attól függ, hogy mit szeretnénk hol. Hát azért ez elég magas dombocska. Hova rajta nekünk az olaj? Na várjátok, hogy lehet ezt megnézni? Jézusom. Erőforrások itt van. Űrlift. Fúziós erőmű. Épület óriások, nem erőforrások. Tereprendezés. Jó, hát ezekhez még kell pár dolog. Nagy bevásárlóközpontot kell építeni hozzá, az ülifthez, a fúziós erőműhez, adóhivatal,
Igen. Ami van még? Édenkert Project. Óriási üvegház, mely tökéletes az egzotikus gyümölcsökkel és növényekkel teli hatalmas kertek számára. Nagyban javít a város képén. Hát jó hangzik. Bíróságot. Hadron ütköztető tudományok. Tudomány helyszíne. Számos kutatás zajlik a létesítményben, és oktatást kínál a város lakóknak. Egy hadron ütköztetővel rendelkező városnak nem kell többet aggódni az oktatás miatt. A létesítmény elérhető mindenki számára. Elég nagy a szennyezése, elég drága, fenntartása is durva. Nem, szennyezés nulla, zaj szennyezése van hatalmas. Jó, hát ehhez pedig óriási rendhivatal kell. Vásárlok ezt mondta az űrliftnek. Na, itt egy-két érdekes dolog. Ó, oh, rendeletek. Ez a másik, amivel szeretnék még foglalkozni, csak ehhez meg aztán abszolút nem értek. Hát ha most szeretnék egy új hasznosítási rendeletet, azt mondja, álljunk csak, megnézni, most nem akarom bevezetni. Azt mondja, újra hasznosítás a környezeti fenntarthatóság zászlós hajója, és még a környéket is segít rendben tartani. Az újrahasznosítási technológiákban és a hulladék konténerekbe történő kisebb befektetéssel rendbe hozhatod a városod. Ennyi csökken szemét felhamozódást, ennyi csökkenti az adóbevételt. Ez belefér, ez marad. Ugyanis van bőven pénzünk. Kisállatilóan füstérzékelő rendelet. Az épület füstérzékelővel való ellátásával tedd biztonságosabbá a polgárok életét. Jelentősen csökkenti a tűzkockázatot, viszont 5 cent per épület. Hány épületen van nekem? Ezt most inkább kihagynám. Ingyenes tömegközlekedés, ezt ajánlották még nekem. Ingyenes tömegközlekedés mindenkinek. Megnövekedett tömegközlekedést. Mi? Megnövekedett tömegközlekedés használat, nincs bevétel a jegyekből. Az mennyit jelentene jelen esetben? Aha, tehát elbuknék 370... Nem tudom, mi ez? Tehát... Különösebben nem érdekel szerintem. Az annyira minimális, hogy ez a rendelet ez nekem tetszik. Ingyen tömegközlekedést mindenkinek. Elektromos buszokat, ingyen tömegközlekedést. Szuper. Energiahasználat, ez mi? Mérséklet sem, igen, ez drága, ezt nem akarom bevezetni. Vízhasználat. Az a baj, minden, hát nyilván pénzt van el. Dohányzási tilalom, ez jobban hangzik. Ennyien növekedett egészségügy, ennyien csökkent boldogság. Ezt egyelőre nem merném. A parkok és szabadidők. Jelentősen megnövekedett föld érték a parkok és sétányok közelében. Megnöveli a parkok és sétányok költségvet 20%-kal. Hát ez kit érdekel. Belefér. Oktatási boom. Az oktatás elsőbséget fog élvezni a munkával szemben. Az oktatás költségvetése 25%-kal megnő. Mennyi most jelenleg az oktatás nekünk? Azt voltam megnézni. Adók. Oktatás 13 ezer, úristen, ez még 20% az sok. 13 ezernek a 10% az 1003, 20% az 2600. Később, jó, később majd ez még jó lehet. Szerintem. Na. Azt mondja, hogy nagyjából megcsináltam mindent, amit szerettem volna. Ezt 27 turistákat, ja igen, a turistákat kéne még egy kicsit fellendíteni. Egyébként nincs semmilyen igény, úgyhogy nem igazán tudom, hogy mit kellene csinálnom, vagy hogy hogyan oldjam meg, hogy még több turista jöjjön. De lehet egy reptér, most már azért 71 ezeren vagyunk, az nem lenne butaság. Egy reptér. Olyha, nem kicsi. Kicsi, viszont jól néz ki. Útra kéne bekötni, akkor előtte csinálok neki egy utat. Jöjjünk ezen az úton, mit szóltok hozzá? Nem, a duplával. Már egyszer ez így itt ki van építve. Hát igazából nincs jelentősége. Hozom 8000-re. Egész ki a szélére, hogy ne legyen bőle nagy zajártalom. Na, megépült a reptér. Árammal. Ó, de boldogok az emberek. Ez tetszett nekik. Mi lenne, hogyha ide a vízpart mellé kisebb kereskedelmet engedélyeznék?
reptér köré. Ugye mindenhol a kiskereskedelem kéne. Hogy ide már nagy. Az a baj, nem tudom igazából, hogy mi a különbség. És nagyjából el tudom képzelni, hogy a kiskereskedelem alatt azt értik, amit a képen is látunk, hogy ilyen pizzériák, hamburgeresek, meg játékboltok, ruhaboltok. A nagykereskedelem, azok pedig ezek a nagy épületek. Tengerpart, hát ugye itt a vízpartunk mellett mindenféleképpen kiskereskedelmet szeretnék. Akkor jöhetünk nagyobb kereskedelemmel ide befelé már. Áramot az be kell hozni. Oké, ennyi a legrövidebb úton próbálom. Szerintem a víz sincs behozva, így van. Bevezetékelve a víz, itt is megvan, értek, errefelé és lefelé is jó, el kell most már megint. Oké, na ez így jó lesz szerintem. Kicsit elindítom az időt, hogy pörögjenek az események. Nézzük az igényeket, nézzük a lakosság számát, növekszik. Hát a pénz azért az jelentősen csökkent. Vonalak, nyomvonalak. Ennek különben nem tudok útvonalat megadni. Baj van, mert nagyon csökken, ajjajjajjajjaj, nagyon csökken a pénzünk. Valamit elrontottam. Valami nem stimmel. Látok különösebben semmi extra dolgot. Nem tudom, miért csökken ennyire a pénzünk. Csinálok gyorsan egy mentést. Nem ment ennyire le. Rengeteg mentés itt. Fölírom. Hát lehet, nem kellett volna. Újat kellett volna csinálni. Lőd le. Dombold le. Pusztítsd el. Megjönnek a látogatók, turisták. 1700. Jóval megy fölfelé újra a boldogság is. Na, valami, nem tudom. Tudom, mi volt. Nából. Na, 6600, 700. Hát nem állunk olyan jól, egy tízessel kevesebb. Változás, oké, életet leraktam ám. Ez is például 1600-at visz hetente. Nem gondolnám, hogy pénzt hoz. Vagy hát, passz. De azt sem tudom ezeket megnézni. Na itt vannak a kereskedelmi épületek, hogy mi mennyit termel. Az komoly, már négyes szintű épületek, az szuper! 91 ezer! Hát igen, mondjuk buszokból nyilván nincs, mert azt kikapcsoltam. Tehát olyan jelentéktelen, nincs jelentősége tényleg. A kérdés. Jó van. Igen. Szerettem volna megnézni a repülőt, de arról lemaradtam. Az egész jó a hajóközlekedés. És hozzák viszik a nyersanyagokat. Meg itt. Elég jó a hajóközlekedés területekre. Kéne használni ezt a két új területet, amit vettem valamire. Egyelőre még nem tudom. Ugye az olajat szeretném kiaknázni. De nem ebben a részben, ez csak egy ilyen rövid résznek készült, hanem fogok csinálni egy live-ot valamikor. Mivel én általában így ilyen, hogy a 10 és 3 óra között érek rá, tehát akkor szoktam videót is csinálni, tehát valószínűleg így 10 és 3 óra között valamikor. Tehát vagy ebéd előtt, vagy ebéd után. Akkor, hogy melyik nap, azt még nem tudom, de fogok csinálni egy live-ot akkor ebből. Úgyhogy szerintem mára ennyi, megcsináltam, amit elterveztem, jól állunk, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm
mindenkinek, aki végignézte ma velem ezt a videót. Remélem, hogy tetszett, ha igen, akkor nyomjon egy lájkot, és ami nem tette meg, akkor iratkozzon fel a csatornára. Mindenkinek mondom, hogy nézzen körül a csatornán a lejátszási listák között, mert nagyon sokféle játékkal játszom. Hogyha bármilyen megjegyzés, óhaj-sóhaj, panasz, kérés, kívánság, bármi van, akkor azt a megjegyzés, akkor mondani a komment rovatba, jó? Úgyhogy egyelőre ennyi, találkozunk a következő videóban, addig pedig jók legyetek, sziasztok!